Sziasztok! 40 éves a Return of the Jedi, és ennek alkalmából a LEGO kiadott egy TIE Bombert. Ezt fogjuk ma megnézni. Itt van a kezembe a 9 pluszos, 625 darabos, 75 es táj Bomber, amit a LEGO négy minifigurával hirdet, de igazából csak hármat kapunk, Vice Admiral Sloan, Darth Vader és egy Bomber Pilot, a Gong Droidot azt össze kell építeni, nem feltétlenül minifiguraként tekintenék rá. Ugye, ha megnézzük, akkor látjuk, hogy többféle fegyver lesz, ugye tud bombázni, lesz itt is egy ilyen két fegyver, ahova tud majd előre felélőni, és felhívnám a figyelmet, hogy zöld lövedékek, ugye, ha megfigyeljük, és én szeretem a Star Wars teóriákat, ugye a zöldel a jók lőnek, a pirossal pedig a gonoszok, és azt most ne a fénykardra nézzük, hanem a fegyverekre, akkor ha megfigyeljük az első pár részben, zöldel lő a birodalom, és pirossal a lázadók, hát én amúgy is birodalmi párti vagyok, tehát a lázadók, szerintem ők a terroristák, ebbe nem nagyon akarok belemenni, csak így érdekességképpen, hogy gondolkodjatok el ezen. Úgyhogy itt látjuk ezt a dobozon, és egy jó kis hátteret kapunk, tehát nem ezt a tipikus egyszínű fejret, és itt van még ugye a 40-es Return of the Jedi logó, bal alsó sarokban pedig kapunk egy Darth vader -t. A szettet én amúgy a Darth Vader figura miatt vettem meg, minden gyűjtök, ami véder, úgyhogy természetesen ezt is meg kellett vennem. Nézzük meg a hátát. A hátán látjuk, hogy milyen játék funkciókat kapunk. Ugye a pilótát be fogjuk tudni ültetni a pilóta fülkébe, az is felnyitható. És ugye lesznek a bombák, amiket ki lehet lőni. Tehát ugye ide be tudjuk tenni a bombákat, és ki tudjuk lőni. Amúgy kapunk még egy ilyen bombaszállító is részt, és találkozunk természetesen a Disney logóval is a Star Wars logó mellett. Nézzük meg még a tetejét, ugye ahol a minifigurákat szokták megmutatni, de hát itt nagyon nem kapunk semmit, csak egy Vice Admiral Sloan képet. Ezek szerint lehet, hogy ő egyedi minifigura? Nem tudom, mert uh, a Bricklinken még nincs elérhető információ, mikor felveszem a videót, úgyhogy ezért elnézést. Ha valaki többet tud, kommentelje a videó alá. És itt látjátok, hogy így kaptam meg a Legótól, a sarkai meg voltak törve, nem nagyon örülök, de mostanában egyre többször előfordul, hogy a csomagolásban sérül meg. Bontjuk ki, nézzük meg, hogy mi van a dobozban. A dobozunk összesen négy zacskót tartalmaz. Itt van ugye a Darth Vader köpeny, úgyhogy valószínűleg őt az első zacskóból kell összerakni. És ami jó hír, nincs matricai tehát minden elem printelt lesz, ami különleges. Ugye itt már látom is, hogy Ugye például a bombernek a pilótafülkének az ablaka az printeltelen, de ezek szerint minden, a, ugye akkor a Gronk droidunknak is a zoldala meg akkor ez is itt printelt, ez örömteli. Nézzük meg az összerakásit. Mivel nem jó készlet, nem számítok semmire, így van, ugye egyből az építéssel kezdünk. Összesen 100... 146 lépés és 104 oldalon keresztül építünk, mire elérünk a végére. És utána itt ugye a hirdetés. Ezek ugye a most megjelent szettek. Ezt is megvettem, ezt is, meg ezt is. Minden Star wars megvettem. Bemutató ebből a kettőből van terve, de lehet, hogy ezt is megnézzük. Ezek pedig a régebbi szettek. Ebből már láttátok a bemutatót, ezt viszont még láttam, hogy meg lehet vásárolni, úgyhogy szeretném beszerezni ezt a TIE Fighter t Jól fog mutatni majd a maket mellett. És akkor itt van az eszköz lista, természetesen ugye kapunk egy LEGO szétszedőt is hozzá. És ennyi. Úgyhogy összerakom és megnézzük a részleteket. el is készültem a táj bomberünkkel, amihez ugye a Lego négy minifigurát ír, úgyhogy szerintem kezdjük ezeknek a megnézésével, utána pedig kibeszéljük a bombázót. Itt is a négy minifiguránk, ugye megkaptuk Darth megkaptuk Sloant, és egy TIE Fighter, TIE Bomber pilótát, valamint egy gongdroidot, a setben minden printelt, ennek nagyon örültem, így a gong druidunknak is, hogy egy ilyen printelt alkatrész van a hátában. Egy viszonylag egyszerű építés volt, nekem kellett ugye összerakni, de én nem minifiguraként tekintek rá, úgyhogy szerintem a set három minifigurával érkezik. Természetesen minden figura egy reakcióval rendelkezik, azért Star Wars setteknél ritkábban szoktam észrevenni a dupla reakciókat, Leveszem a sisakjukat, hogy megnézzük. Véderünk arca már a Return of the Jedi-ból van véve, még a pilótának a szokásos klón katona arca van. Megfordítom, nézzük meg őket hátulról. Ugye láthatjuk, hogy mindegyiknek a felső testén van printer, és védernek is csak védert eltakarja a köppenye. Ez egy sokkal puhább textil, mint amikkel eddig találkoztam, hogy nem olyan merev a köppeny, jobban lehet formázni. Ugye látszik, hogy véder fején sebb helyek is vannak printelve. De ennyit a minifigurákról. Nézzük meg a kiegészítőt, ami a szethez jár. Ez a kiegészítő pedig nem más, mint egy fegyverszállító kis sikló, amiben két bombát, rakétát is be tudunk helyezni. Viszonylag egyszerű építés. Ugye azért, hogy úgy tűnjön, hogy lebeg, az alján négy átlátszó elemet kellett felrakni, és ugye egy kis Kormánya van, és így néz ki az eleje. De ezután nézzük meg a nagy bombázunkat. Itt is van a bombázunk. Hát ugye méretügyileg nem UCS készlet, tehát azért senki sem olyan óriási nagyja a számoljon, viszont printelt elemek vannak szinte mindenhol. Ugye itt látjuk a hajtóműveket, itt van négy bomba betáplálva élesítve, az az egyik játékfunkció itt látjátok, a szárnyaknak az építése, ez a négy elem nagyjából ugye ugyanaz, meg ez a kettő, nem mondom, hogy monoton volt, de azért ott ugye ne számítsunk változatosságra, és ha megnézzük, akkor itt is van egy szép printeltelem, és itt is. És részemről ehhez a pilóta fülkéhez kapcsolódik a set óriási hibája. Ugyanis, ha felhajtom, be tud ülni a pilóta. Eddig oké, okay, semmi baj. Ugye beültetjük. Ugye ott kapott két kis printelt elemet, amivel tudja irányítani. Viszont, ha megnézzük, ez így lecsukódik elé, ugyanis ez, amit fel kellett rakni, egy tömör rész. Azaz a pilótánk nem lát ki. Hogyan vezeti így a bombázót? Ha ez egy átlátszó elem, miért nem lehetett úgy megoldani, hogy itt, vagy mit még alul kell felpattintani, és középen pedig üres, és kilátna a pilóta. Ezt konkrétan nem értem, hogy miért így oldotta meg a Lego. Nem tudom, hogy ezt ebben az esetben tervezési hiányosságnak, vagy kihagyott zitszernek tekintsem, de az biztos, hogy ez negatívan hat a szett egészére, ugyanis nekem minden más tetszik, tudom, hogy ez Játékra lett, nem 18 pluszos, hanem egy 9 pluszos szett. De akkor is valamennyire ragaszkodjunk már ahhoz, ahogyan kinézhet egy ilyen tájbomber, úgy, ahogyha létezne. A másik, ugye különféle fegyvereket is kapunk, ugye itt van kettő, ez a szokásos kis stad kilövő, ha betöltjük a stadot, ugye, megnyomjuk, akkor ki tudja lőni. Tehát kapott előre kettő ilyen fegyvert, ez a bombázó, és ha megnézzük az alját, akkor ugye látjuk, hogy itt vannak betöltve a bombák, és kapunk egy ilyen szenzort is. Ha jól emlékszem, ezzel célozta be, hogy hova bombázom. Összességében más problémám nincs a szettel. Ugye én kifejezetten szeretem a birodalmat, tehát ha birodalmi jármű az nekem már egy picit handicappel indul, ez az egy kihagyott zicser vagy tervezési hiányosság, ami zavarja az én szememet. Ugye a bombák pedig úgy működnek, hogyha ezt lenyomjuk, akkor szépen kiesnek. Ezt most nem prezentálom, az én ujjaim amúgy is kinyomják mind a négyet, nem tudom egyesével kinyomni. Összegezzünk. Tudtam már ez a set kisebb, mint a többi hasonló Ugye, tájgép, úgyhogy méretarányban nem illenek össze, viszont azért nagyobb, mint amikkel eddig én találkoztam. Ugye a Star Wars-ba nem régóta kezdtem bele, más gyűjtöttem Legóban. Most mélyedek jobban bele a Star Wars és a birodalom téma körébe. Így még nem tudom, hogy pontosan mi mekkora arányú. Ugye makettekkel foglalkozgattam főként. Az ára jelenleg 27 ezer forint. De ugye mivel én gyűjtöm a Darth Vader-t, ezért Legóba is rámentem a Darth vader -re. Meg kellett vennem a szettet, amint megláttam, hogy van benne egy minifigura. Meg amúgy is Tájbomber. És tájbomberem még nem volt maketben sem. Ezt a szettet ajánlom mindenkinek, aki szereti a Star wars mivel elég masszív, ezért játékra is alkalmas, így gyerekeknek is tudom ajánlani. Ugye ezek azok, amire vigyázni kell, hogy ne nyelje le, ne lője ki vele a szemét, de amúgy szerintem a szett jó lett. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, like és iratkozz fel a csatornámra, hogy nem maradj le a további legó tartalmakról se. Sziasztok!